A közösségi oldalakon és a helyi hírcsatornákon néhány napja jelent meg a Magyar Vöröskereszt és a Manó menü felhívása, melyben egy a Szentesen működő Rigó Alajos gyógypedagógiai intézményben kialakítandó játszótérhez kérnek anyagi segítséget. Üdvözlöm Pótári Tímát, a Szentesi Tagintézmény vezetőjét. Üdvözlök én is mindenkit. Ennek a történetnek azért előzménye van. Aki tudja, az nem is fogja valószínű soha elfelejteni. Mi történt 2015. augusztus 28-án? 2015. augusztus 28-án egy szerencsétlen tűz ütött ki, ami Deák Ferenc utcai, Szentes Deák Ferenc utca 52-54 szám alatt lévő iskolai épületünkben, ahol tulajdonképpen több feladat ellátására is sor került. Iskolai feladatok, szakiskolai feladatok, kollégiumi, illetve gyermekvédelmi szakellátás, tehát bent lakó gyermekek számára biztosítottunk ellátást. És hát ezen a napon, készülvén ugye a közelgő tanévnyitóra, délután történt egy szerencsétlen tűzeset, aminek következtében megsemmisült az annak az intézményi épületnek tetőszerkezetének közel 85%-a. Gyújtogatás történt, ugye? Végül is igen, kérdezett. Sajnos, és ugye a tűztől az épület födém szerkezete olyan terhelést kapott, hogy tulajdonképpen teljesen alkalmatlan, főleg az iskolai része a használatra. Egyébként előtte újították fel az épületet. Igen, az épület egy részét előtte pályázati forrásból újították fel. Jó, 300 milliós kár keletkezett, lakhatatlanná vált az épület. Hova mentek a gyerekek? Mi lett a gyerekekkel? Hát ugye a gyermekvédelmi szakellátás megszervezése más intézményegységekben történt meg, ugye a gyermekvédelmi, szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság hatáskörén belül. Ezt a feladatot útközben tőlünk szervezeti egységként áthelyezték máshová, és már most a Rigó Alajos intézmény csak óvodát, általános iskolát, szakiskolát és kollégiumot jelent. Azok a gyerekek, akik hozzánk járnak, ők gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részesülnek, valamilyen szempontból sajátos nevelési igényűek, és mindannyian a saját családjukban élnek, és onnan járnak be minden nap. Mondjon egy példát, legyen szíves. Aki ugye nem találkozik ezzel egy ilyen problémával, ő neki fogalma sincs, hogy mire van szó. Ez így van. Tulajdonképpen ugye gyógypedagógiai nevelés mára már eltelt, a kialakulástól eltelt 200-220 év alatt a gyógypedagógia hatalmasat fejlődött. Vannak olyan gyerekek, akik bármilyen akadályozottsággal, mondok valami, tanulásbeli nehézségekkel, beszédhibákkal, vagy valamilyen mozgásbeli problémákkal küzd, egy részük képes arra, hogy normál képző intézményekben, általános iskolákban, szakiskolákban, óvodákban tanuljon, fejlődjön. Ezt hívjuk integrációnak. Ezt hívjuk integrációnak mai szóval. És vannak viszont azok a gyerekek, akiknek nem megfelelő ez az ellátási forma, tehát őnekik súlyosabb problémáik vannak, ami azt jelenti, hogy szükségük van gyógypedagógus segítségére, és speciális gyógypedagógiai módszerekre, eszközökre, tantervekre, és ő csak így képes eredményesen tudást elsajátítani. És ezt az ellátást biztosítja a mi intézményünk azoknak a gyerekeknek, akik úgymond nem integrálhatóak, óvodától egészen szakmatanulás végéig. Jó, tehát a tűz után hogy sikerült biztosítani ezt a helyet? Hát a tűz után ugye először is egy hatalmas nagy üresség volt mindenkiben, mert nem tudtuk, hogy merre, hogyan tovább. Azután ugye a fenntartó és a városi önkormányzat közös kooperációjának köszönhetően megkaptuk Szentesen a Kossuth utca 18 szám alatt lévő épületet. Ami ugye, akkor már üresen állt. Akkor üresen állt, kihasználatlanul 2-3 éve, ugye előtte óvodai funkciókat töltött be, és ugye ezt próbáltuk kialakítani ott tulajdonképpen tanévkezdés előtt 2 nappal arra, hogy ott gyerekeket oktassunk, neveljünk, ami hát azonnal nem sikerült, el kellett teljen 2-3 hétnek, mire azt úgy lakhatóvá tettük, de én úgy gondolom, hogy a mai nap már, tehát mondhatom azt, hogy teljes mértékben kisebb-nagyobb hiányosságokkal, de alkalmas arra, hogy gyerekeket neveljünk, oktassunk. Időközönként kicsinek bizonyul, de mindig azt mondjuk, hogy sok jó kis helyen is elfér, ezt az elvet valva. Próbáltuk megtalálni minden feladatnak a helyét. Igaz, hogy ugye a kollégiumi ellátásunk azoknak a gyerekeknek, akik ugye másik településen laknak, a Jövendő utcai kollégiumban kerülnek elhelyezésre, és a szakiskolánkból 2 szakma a Zsoldos Ferenc iskola tanműhelyében, a Rákóczi utcán került elhelyezésre, de a feladat zömében ebben az épületben zajlik a mindennapokban.
Jó, a Vöröskereszt és a Manó menü, ezeket a kisebb, nagyobb hiányosságokat szeretném most orvosolni. Igen. Ugye 2016. júniusában a mi iskolánk az országban elsőként lett Vöröskeresztes bázisiskola és ez mit jelent? Óvoda, és elmondom, hogy mit jelent. Ez egy olyan program, hogy tulajdonképpen kisgyermekkortól magára a Vöröskeresztes tevékenységre neveljük a gyermekeket, tehát a segítés szándékára, az egészséges életmódra, a véradásra, az első segélynyújtásra, tehát mind olyan hasznos ismeret, amit majd a felnőtt életükben aktívan tudnak alkalmazni és használni, és már ezt ugye gyermekkorban elkezdjük általános iskola felső tagozatában, illetve bázisóvoda is vagyunk, tehát az óvodában is hangsúlyt fektethetünk már ennek a gyerekek készségeihez, képességeihez megfelelő mértékben nyújtott tudással, szakköröket szervezünk, programokat szervezünk, és tulajdonképpen próbáljuk őket nevelni magára a vöröskeresztes életre, a segítő szerepnek az elsajátítására, és megmutatni nekik, hogy melyek azok a területek, ahol ők sajátos nevelési igényű gyerekként is hasznos tagjai lehetnek majd a felnőtt társadalomnak, és hogyan tudnak segíteni náluk nehezebb helyzetben lévő embereken. És ugye a különlegessége ennek a programnak az, hogy az első olyan gyógypedagógiai intézmény vagyunk Magyarországon, aki ezt a címet megkapta, és az első olyan intézmény is vagyunk, ami óvoda és bázisiskola is egyben. Tehát nagyon-nagyon különleges és fontos szerepet tölt be ez a mi életünkben és egy adott tanévnek a programjában. Hány gyermekük van most? Jelenleg 97 tanulónk van az iskolában, ez az óvodástól a szakiskolásig végig. Amikor fölmentem az Esélye Mosolyra alapítvány honlapjára, akkor ilyen mindenféle sporteseményekről találtam rengeteg képet és hozzászólást. És akkor az jutott eszembe, hogy azért a tantervi követelményeken túl ez az intézmény mást is ad a gyerekeknek, amiről az előbb ön beszélt, ahol tényleg megtalálhatják önmagukat, akármilyen terheltséggel, vagy akármilyen nehézséggel küzdenek. Mondjon nekem egy néhány ilyen eseményt. Igen, tulajdonképpen ugye kezdeném ott, hogy maga az Esélye Mosolyra Alapítvány, mert minden ilyen program háta mögött ez a szervezet áll. Nagyon régóta, hát már az intézmény fennállásának a 20. évfordulóján megfordult a nevelőtestület fejében az a gondolat, hogy szükségünk volna valamilyen civil szervezetre. Aztán elkezdtünk ez ügyben mozgolódni, ugye azért nem könnyű létrehozni egy ilyen szervezetet, olyat, amely élni is tud aztán, miután létrehozták, és ez a 2015-ös esemény tehát egyértelműen meghozta az elhatározást, amit utána tényleges tettek követtek, és 2015 novemberében bejegyezték ezt az alapítványt. Ez civil alapítású alapítvány, de teljes mértékben az iskolában tanuló gyerekek és az iskolában folyó szakmai munkának a támogatására jött létre, és mondhatnám azt is, hogy a gyerekek és a pedagógusok, illetve az Esélye Mosolyra Alapítvány az egy és ugyanaz. Tehát egyenlőségjelet kell tenni közéjük. Az alapítvány minden olyan program mögé odaáll, ami az iskolában a gyerekek tehetséggondozását, fejlődését, vagy a pedagógusok továbbképzését, akár a különféle eszközbeli tárgyi feltételek megteremtését célozza. Rengeteg olyan rendezvényünk van, legyenek azok sportrendezvények, szakmai konferenciák, amelyek mögött ott van az Esélye Mosolyra Alapítvány, mint anyagi támogató. Többek között feladatának tekinti az alapítvány azt is, hogy a gyerekek sportoltatását biztosítsa. Magyarországon jelenleg a Magyar Speciális Olimpia Szövetség az, ahol a mi gyermekeink versenyszerű sportot tudnak űzni. Tehát ennek a szervezetnek a tagjai közé kell leigazolni a mi gyerekeinket, és itt tudnak különféle sportágakban helyi, megyei, regionális, országos, sőt nemzetközi szintű felfutásig versenyeken részt venni. És ugye csak sportszervezet igazolhat le versenyzőket, tehát az alapítványunk az egyben sportszervezet is. Vannak olyan rendezvények, amelyeket az alapítvány sportszervezetként rendez, ez minden tavasszal egy bicikli verseny, illetve rengeteg az éves SO naptárnak megfelelően rengeteg sportversenyen részt veszünk a gyerekekkel. Most elsősorban teniszben, kerékpárban, úszásban próbálkozunk, és nagyon-nagyon szép elért eredményeink vannak a gyerekek által, de tervbe van véve floorball, atlétika és asztali tenisz is.
Viszont nincs játszótér az udvaron. Ez így van, ugye a felnőttek, hát még a gyerekek, tehát mindenki szeret játszani, és ugye ez az épület, ahol mi most vagyunk, hát ez már előtte üresen állt, és nem igazán alkalmas az udvar arra, hogy ott a kicsi gyerekek szabadidejüket élményszerűen el tudják tölteni, és a 45 perces foglalkozásokból kiszakadván a szünetre valami hasznosat tudjanak mozogni, és hát ehhez szeretnénk mi egy játszóteret. Körülbelül mennyi pénzre lenne szükségük? Hát tulajdonképpen változó, tehát egyszerűbb játékokra gondoltunk, mint egy homokozó, egy palincs, egy csúszda, akár egy valamilyen mászóka szerűség. Én úgy gondolom, hogy pár százezer forintból ezt mai szabványoknak és követelményeknek megfelelően, figyelembe véve a gyerekek igényeit, ki lehet alakítani. De tulajdonképpen mi bármilyen támogatásnak örülünk, ami ugye ezt célozza. Akár egy apukának, aki kiássa a gödröt? Akár egy másiknak, aki esetleg lefesti a játékokat, tehát bárkinek, aki ilyen segítséget tud nekünk nyújtani. A Deák Ferenc utcai intézmény, ugye, ami leégett 2015-ben, az gyermekotthonként is működött. És azért, ha kiejtem azt a szót szentesen, hogy Rigó, akkor annak van egy pejoratív értelme, és hát azért voltak ott elég komoly rendőrségi balhék. Volt is ebből konfliktus a környéken lakók és az intézmény között. Az a része távozott Szentesről, nagyon finoman szerettet, nem szeretnék senkit megsérteni, igen, most azért beszélek rébuszokban. Tehát, hogy az a negatív kicsengés, azt el kell felejtenünk, ugye, ami Rigóval kapcsolatos. Nagyon nehéz lesz ezt a történetet feloldani? Igen, tehát ez így van, tehát ugye a gyermekvédelmi szakellátás átkerült egy másik fenntartás alá, és már ugye jelenleg a városban nem történik ilyen jellegű feladatellátás, így a Rigó Alajos intézmény tekintetében sem. Nem egyszerű a társas környezet véleményének a megváltoztatása. Ön érzi ezt a negatív véleményt? Igen, viszont azt érzem, hogy mióta mi 2015-ben ebbe a nagyon szerencsés épületbe, ebbe az új rigófészekbe költöztünk. Itt az emberek minden nap a saját bőrükön szerezhetnek valós tapasztalatot a gyerekeinkkel kapcsolatban. Tehát nem az van, hogy valahol kint a város szélén van egy iskola, onnan jönnek a hírek, hallok ezt is, hallok azt is, így adom tovább, az már nem biztos, hogy teljesen a valóság. Itt bent vagyunk a város szívében, én úgy gondolom, hogy ennél jobb társadalmi integráció a világon nincs. Amikor a gyerekeink ott vannak, megjelenünk a városi rendezvényenken, nagyon sokszor hírt adunk magunkról sajtóban, egyéb elektronikus médiában, akár közösségi profilon, és az elmúlt 2 évben én úgy gondolom, hogy nagyon nagy lépéseket tettünk annak érdekében, hogy azokat az előítéleteket, amelyek a hosszú évek alatt kialakultak a mi intézményünkkel és a mi gyerek népességünkkel szemben, azokat felszámoljuk. Én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, de ehhez az, hogy mi próbálunk nyitni, megpróbáljuk megmutatni a valódi önmagunkat, kevés. Az embereknek is nyitottaknak kell lenni arra, hogy minket is szeretet akarjanak megismerni. Én úgy gondolom, hogy ha bárki felmegy mondjuk a közösségi oldalakra, megkeresi az Esély a Mosolyra alapítványt, ott egy teljesen másik képet lát, és egy valós képet lát a mindennapi intézményi életről, programokról, és látja azt, hogy ezek a gyerekek, bár ők akadályozottak értelmi szinten elsősorban, ők is képesek olyan eredményeket, olyan sikereket elérni, amivel én úgy gondolom, hogy tehát vetekedni tudnak egy épp értelmű gyermek vagy fiatal elért sikereivel, mert amikor a szlovák nemzeti játékokon a mi gyerekünk a dobogó legfelső fokára áll, hát az valami fantasztikus érzés neki is, és azoknak is, akik őt eljutatták ide, tehát felkészítették, akik otthon segítették ugye a szülőknek, illetve magának Magyarországnak és a magyarországi sportszervezetnek. Én úgy gondolom, hogy minden ilyen kis siker mögött rengeteg-rengeteg ember áll, és nyitottnak kell lenni egy közösségnek arra, hogy ezeket igazából megismerje, és akkor kap valós képet ezekről az intézményekről, és onnastól kezdve érdemes véleményt alkotni arról, hogy milyen lehet egy ilyen iskola.
Tehát akkor gyakorlatilag most már képletes értelemben is eloltották a tüzet. Túl igen, vannak rajta? Igen, úgy gondolom, hogy igen. Nagyon nehéz volt, sokat küzdöttünk a mindennapokért, tehát hogy a feltételek megfelelőek legyenek, és ezután is ezen rengeteget küzdünk, fenntartói segítséggel, alapítványi segítséggel, hogy minél jobbá tudjuk tenni az ellátást, mert ugye annak megfelelően a gyerekek fejlődése magasabb szintű lesz, és annál hasznosabb tagjai lesznek a társadalomnak, amely úgy gondolom, hogy elsősorban nekik, de mindannyiunknak előny. Aki ebben szeretne önöknek segíteni, hogyan teheti meg? Ugye a felhívás elérhető a Manó menü oldalán, illetve elérhető az alapítványunknak is a közösségi oldalán, és ott található egy bankszámlaszám, amely az alapítványunknak a bankszámlaszáma. Egy pici jeligével, hogy játszótér, vagy egy csoki ára, mert így van meghirdetve a felhívásban, szívesen fogadunk minden pénzbeni adományt, de akinek esetleg nem pénzbeni adománya van, hanem egyéb jellegű, hogy tudna esetleg segítséget nyújtani ennek a szép álomnak, elképzelésnek a létrehozásában, bármilyen jellegű segítséget szívesen fogadunk, az intézményben én úgy gondolom, hogy megtalálhatóak vagyunk. Tímea, köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget.